Valójában ezért állunk önökkel szemben. Nem azért, mert hogy az ellenzéknek ellent kell mondani, hanem azért, mert szerintünk önök egy embertelen, élhetetlen, rossz világ felé visznek el bennünket. Közben azt mondják itt kormánypárti kollégák, hogy nem igaz, nem igaz, akkor vitatkozzanak már egy pillanatra a következő állítás megtételét követően a jegybank elnökével, aki az elmúlt napokban jegyzett jelentése alapján azt állítja, hogy az elmúlt év inflációja alapján a magyarországi emberek magánvagyonának értéke 10%-kal csökkent, az egészen pontosan 14 ezer milliárd forint. Ma 14 ezer milliárd forinttal kisebb az értéke az emberek magánvagyonának, ezek döntően lakások, házak, kis autók, kis megtakarítás, mint egy évvel ezelőtt. Miért nem beszélnek arról, hogy a maguk politikájának következményeként eltűnt 14 ezer milliárd forint az emberek zsebéből? Önök tették.